Hadd jelentsem be azt is, hogy a MÉSZ-nek nem csak új elnöksége van, hanem új titkára is, Károly Judit személyébe. Nem tudom, Judit, egy pár mondat, vagy egy szóval, hogy hogy kerültél te ide, és igen. Aztán... Hát, augusztusban pályáztam erre az új pozícióra, előtte én egy alapítványnál irodavezetőként 5 évig dolgoztam, nem építész vagyok, mondhatni, inkább PR és kommunikációs területen vagyok otthon, illetve az irodavezetés az, ami az én szakterületem, úgyhogy remélem, hogy ebben támogatni tudom az elnökség munkáját itt a következőkben. Már is sokat segített, mert ezt a mai napot is hát legfőképpen Juditnak köszönhetjük. És azt szeretném rögtön itt kérni mindenkitől, hogy ha MÉSZ-szel kapcsolatban bármi kérdésük, vagy bizonytalanság, vagy egyéb észrevételük van, akkor a Juditot, a titkárunkat most már személyesen ismerik, bátran lehet őt keresni e-mailen, telefonon, hogy ez a kapcsolat ez minél élőbb és aktívabb legyen. Annál is inkább, mert minden kedves vendégünknek szeretnénk adni egy borítékot, egy nagy alakú borítékot, remélem ezt már mindenki közben itt kibontotta és nézegette, amiben találtok egy pár papírlapot, és van benne egy kis pendrive is ajándékban, és most ezek közül a papírlapok közül én elsőként ezt a minőség jelenlét együttműködés című MÉSZ új stratégiáját szeretném, ha szabad, nagyon röviden a figyelmükbe ajánlani, ugyanis a MÉSZ-ről a szakmán belül sokan tudnak sok mindent, egy nagyon-nagyon régi szervezet 1902-ben Lechner Ödön jó hírű kolléga alapította, és hát azóta is számos kiváló építészek alkották a szövetségnek a elnökségét és a tagjait. De ha őszinték akarunk lenni, akkor azt is hozzá kell tegyük, hogy bizony-bizony az elmúlt évek vagy a rendszerváltás utáni időszakban a MÉSZ-nek mintha egy kicsit csökkent volna a szakmai súlya, szerepe, és a többi nagyon kiváló civil szakmai szervezet, a kamarák, egyéb más egyesületekkel együtt hát próbál a MÉSZ is minél jobban, eredményesebben tevékenykedni. Viszont az új elnökségünk ezt szeretné olyan módon egy kicsit hát felfrissíteni, és a társaságot, a szövetséget egy új, aktívabb közéleti pályára állítani, amiben nyilvánvalóan szeretnénk az eredeti értékeket, célokat megőrizni, tehát az építészeti örökségünk, a kortárs építészeti értékeknek a ápolását, ezeknek a példaértékű alkotásoknak a bemutatását. Tehát ennek érdekében, Erika, légy oly kedves, te is foglalj helyet itt közöttünk, és neked is jár boríték, mert ezt már elmondtam, hogy mindenki kap egyet. Nos, tehát a lényeg, hogy az új elnökség elsődleges céljaként azt jelölte meg, hogy ebből a szakmai elefántcsontú toronyból, amiben mi valahogy, nem tudom, kevertük magunkat, vagy keveredtünk, ebből, ha lehet minél jobban kilépni, és minél jobban az emberekkel, az érdeklődőkkel, a szakma iránt érdeklődőkkel, vagy egyáltalán a hétköznapi emberrel, most nem akarok ilyen általános nagy szavakat, hogy a társadalom közvéleménnyel, emberi módon sokkal normálisabban és közérthetőbben kommunikálni. Ennek érdekében szeretnénk minél több olyan fórumot, lehetőséget biztosítani, ahol nem csak a szakembereket várjuk sok szeretettel, hanem minden érdeklődőt, és hát természetesen a sajtó kedves vendégeit, ahol megpróbáljuk láthatóvá tenni a társadalom nyilvánossága számára a kortárs példaértékű építészeti alkotásokat, sőt azokat az alkotókat, akik ezeket a példaértékű építészeti alkotásokat hát megalkotják és megalkották. Magam is elcsodálkoztam azon, hogy például amikor a tisztújító közülés volt, azon a héten csak nekem 3 barátom, építész barátom
járt külföldön, mégpedig azért, hogy egy nemzetközi építészeti díjat vehessen át, és amikor a tisztelőtő közgyűlésen a többiekkel beszélgettem, hát kiderült, hogy alig hallottak róla, még a saját kollégák is, hogy az egyik New Yorkba járt, a másik azt hiszem Ljubljanába, nem sorolom, tehát hogy kiváló kollégáink vannak, és a szakma is egy picit elszigetelődött, és mindenki a saját kis imamalmát hát tekeri, és még a szakmán belül is sokszor kérdéses ez a szakmai párbeszéd, ez a szakmai nyitottság, szakmai érdeklődés. Nos tehát kettős a célunk, egyrészt a közvélemény, a társadalom az emberek felé sokkal jobban nyitottabbá válni, másrészt pedig a szakma számára is sokkal jobban szervezni ezeket a fórumokat és különböző véleménynyilvánítási lehetőségeket. Én röviden ennyit szeretnék mondani, és várom a pincér urakat, hogy itt közben nagy érdeklődéssel felvegyék a rendelést, hogy ne csak az én szám járjon, hanem a önöké is, hogyha szabad így mondani. És közben én megkérdezném itt az alelnök urakat, hogy kik hogy egészítenék ki az eddigieket, és aztán én szeretném, hogyha mindenki bátran kihasználná ezt a mai alkalmat, de természetesen lehet csendben is enni, de gondolom senki nem ezért jött, úgyhogy. János, Gábor. Általánosságokat nem nagyon érdemes mondani. Szeretnénk, hogyha én magamban úgy fogalmaztam meg, hogy legyen minden mész. Tehát, hogy minden építészeti probléma valahogy ide bejönne és visszasugárzódna. Tehát, hogy részt tudnánk generálni diskurzusokat, és azokban részt is tudnánk böcsületesen venni. Nem egyszerű feladat. Én arról beszélnék, hogy mit csinálni. Azt vettük észre, hogy kiüregettünk, és azt vettük észre, hogy megfogytunk. És ebből arra gondoltunk, hogy valószínűleg tisztáznunk kell ismét ennyi év után, hogy mi a Magyar Építészkamarának és mi a Magyar Építőművész Szövetségnek a dolga. És ezügyben elindítottunk egy olyan belső beszélgetés sorozatot, ahol megpróbáltuk föltérképezni, hogy például a MÉSZ-nek a külső kapcsolatai milyen irányba mentek az elmúlt években, ciklusokban, és az derült ki, hogy valami egészen gazdag telemény van, amit elvégeztek már korábban kollégák, és erre kell építenünk a dolgainkat. Rádöbbentünk arra, hogy szükséges lenne a MÉSZ élén egy olyan bölcsek tanácsát létrehozni, és fölvettünk egy listát, ha mondhatom, ez alakulóban van, egy 50-es listára gondoltunk, de aztán valószínűleg egy 25 fős kis kerekasztal lovagjai ücsörögnének olyan témákban, amik fontosak, nem nekünk, hanem a közéletnek. És valószínűleg szükséges lesz ennek a társaságnak időnként keményen vagy határozottan bizonyos építészeti kérdésekben kinyilatkoztatnia magát. Ezt ebben az országban, ebben a közegben nagyon nehéz ma megcsinálni. Mindig valahogy valamelyik falhoz ér az ember, ahol lesúrolja a vállát. De mivel mi tisztán a szakma keretei között mozgunk, úgy érzem, hogy erre van bátorságunk és lesz lehetőségünk. Mindannyian alkotó emberek vagyunk, akiket itt látnak vagy láttok, itt ülnek. Tehát nehéz egy szövetséget lábra állítani úgy, hogy mindannyian ugyanúgy egy vállalkozást viszünk, és számtalan egyéb társadalmi szerepet is vállalgatunk, de talán pont ez a komplexitás az, ami szükséges ahhoz, hogy a MÉSZ újra egy kicsit erősebb legyen, vagy jobban hallassa a hangját. Úgyhogy egy indultó pillanatban vagyunk, ígéreteket tudunk mondani, és általános mondatokon túl nagyjából ezek azok a tevékenységek, amivel elkezdtünk foglalkozni. És hát még egy utolsó mondat, azt gondolom, én határozottan állítom, és az elmúlt években
kimondottan törekszem arra, hogy most már ne a szakmához beszéljünk, hanem mutatkozzunk meg, hogy kik vagyunk. És ennek az egyik legszebb példája a Kossuthi, hogy Héve Hóva kap építész Kossuthdíjat. Táncos, hegedűművész, 40 éves korára őt Mendelssohn hegedű verseny koncert után képes egy Kossuthdíjat kapni. Építészeket meg alig találunk a listában. Úgyhogy ez mutatja az építészetnek azt a kettős arcát, hogy tulajdonképpen az átlag ember se tudja besorolni, hogy itt a humán vagy a reál vidéken mozognak ezek az emberek. És ez attól, hogy az építészkamarának nyilvánvalóan inkább egy szakmagyakorlási jogi feladatköre van, még jobban rávont egy fájtlat vagy egy szkumátót az építőműsz földség ütközésére. Úgyhogy ebből az árnyékból szeretnénk valahogy kilépni, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez alatt a 4 év alatt, ameddig megpróbáljuk mi vinni az ügyeket, az alatt valami eredményt is tudjunk elérni. Bocsánat, hogy hosszabb volt, de elnök úrnak próbáltam segíteni. Mind. Fiúk, nálatok? Igen. Amit legjobban élvezek, az a kérdés, hogy megtudni másoktól, hogy nekik mi a véleményük, illetve hogy mit várnak, vagy vártak tőlünk, meg hogy látjuk ugyanazokat a célokat, amit itt megfogalmaztunk, hogy minőség, jelenlét és együttműködés, hogy ezt hogy látjátok, hogy hogy tudná ebbe a mész leginkább jelen lenni. Én tényleg azt láttam eddig is a legnagyobb élménynek, ilyen közös beszélgetésénk egyrészt, hogy egymás gondolatait megismertük, másrészt meg amikor volt a külügyi meghallgatás, akkor is, hogy annyival gazdagabbak lettünk mi is belülről, hogy akár egy csomó dolgot újra lehet gondolni, hogy én ez, amit szeretnék, meg amit nem szeretnék igazából az, hogy mi egy ilyen hosszú asztalnál üdünk szemben másokkal. Ja. Hát én sokkal jobban szeretem azt, hogyha beszélgetni lehet, amit így ilyenkor azért nagyon-nagyon nehéz, ugye nekünk azért, mert valakinek hátat fordítok. De tényleg jó lenne egy pár beszéd, meg kérdések, hogy mi az, amit vártok, vagy várnak tőlünk. Hát kérdezzetek, és aztán mi majd szerintem reflektálunk, és így kibomlik minden könnyebben, és megértjük jobban egymás érdeklődését. Tudom, hétfő reggel esik az eső, építészetvilágnak. Ja, hát most megrendeljük, bocsánat. De az építészet világnapja az mindig hétfőre esik, úgyhogy az elnézést az nem tud más lenni. Egyébként majd erről is szívesen mesélünk, hogy ez a mai nap is tulajdonképpen mit tervezünk, mit szeretnénk itt ma is már ezekből az elvekből vagy stratégiákból megvalósítani. De kinek mi a rezüméje az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy ugye sokan a mészt még a régi nagy hős fénykorából ismerik, amikor hát egyedül a méz volt a atyaisten, tehát amit itt a mézben eldöntöttek, ugye ez mehetett. És most természetesen nem ez a célunk, messze nem ez, hanem inkább helyette egy sokkal szélesebb, nyilvánosabb párbeszédet szeretnénk kialakítani. Tehát hogy ebben ki hogyan viszonyulná ez a szervezethez, hogyan tudná ebben a ügyben olyan értelemben tanácsot adni, hogy milyen dolgokat kéne esetleg, milyen szereplőket bevonni. Hölgyek, uram! Júli, igen, mertem, remélem. Nem tudta viszni nekem mindent, tudnak szemben a többiekkel. De az engem nagyon érdekelne, hogy miközben az építész kamarának a pozíciója egészen más, mint a mésznek a pozíciója, hogy akkor ez hogy alakul ez az együttműködés, mert kamarai tag az dolgozhat, de a mész tagság az mondom nem kötelező, tehát ez az a művészi szövetség. Mi a súlya, milyen partner a tárgyalásokon, egyetlen partnere a tárgyalásokon, a kormányzati tárgyalásokon, a szabályzók és a törvények és az egyébként
meghatározás, akkor ment tudom a kamara mindenképpen partani. Látom, hogy bizonyos döntésekben a MÉSZ képviselő is volt valamilyen hivatalos listákban nagy tervpályázatok, stb. De az így kimondottan érdekelne, hogy mekkora súlyuk van, és mekkora súlyt szeretnél ahhoz képest, ami van, vagy nincs változás. Én szerintem egy rövid egymondatos válaszokra erre mindenki szívesen elmondja a saját gondolatait. A magam részéről, vagy itt többek nevében, a MÉSZ-t mi úgy definiáltuk, most egy kicsit újra, hogy a MÉSZ az a művészi minőséggel kapcsolatos építészetet öleli át. Tehát most nagyon egyszerűen fogalmazva, nem a 8000 tervezési jogosultsággal rendelkező tervező kollégának az ügyes-bajos dolgait, szakmagyakorlás problémáit, a 300 négyzetmétertől kezdve a felelősségbiztosításon keresztül, stb. Intézi. Természetesen mi magunk is ebbe élünk, tehát ez nem egy tőlünk távol álló vagy idegen dolog, hanem mi szeretnénk azt a szeletét jobban kihangsúlyozni, megragadni, és főleg láthatóvá tenni, ami a minőséget jeleníti meg. Tehát azokat az értékeket, amiket nap mint nap a kollégáink, ugye itt elhangzott, hogy aktív alkotóépítészek, és hála Istennek az új elnökség elég ilyen összetételű most már. Nem kell magyarázni, hogy merre van előre a szakmának, mik a ága boga. De mi ezt a művészi minőséget tartjuk most elsődlegesnek, fontosnak, és ilyen értelemben válunk nyitottá minden tehetséges pályakezdő építész számára, érett alkotó építész számára, vagy bölcs, idős, tapasztalt mester számára, akik ezt a minőséget képviselik, ezt a fajta építészeti, építőművészeti minőséget produkálják, hogy az ő eredményeiket tegyük minél jobban ugye, láthatóvá. De tudom, hogy itt a... Én talán annyit tennék ezt hozzá, hogy tisztázni kellene, hogy ki az építész majd. Tehát kit tartunk építésznek. Mert nem teljesen egyértelmű. Egyébként zárójelben eléggé súlytalan a MÉSZ most jelenben. Azon azt szeretnék, hogy definiálni. Hát, hogy ki az építész, mert egy picit olyan a helyzet most, hogy a tulajdonosok, akár tőke tulajdonosok, akár politikai tulajdonosok, megbízók vindikálják maguknak a jogot, hogy építészként, tehát hogy a formát ők adják, úgymond meg, vagy importálják valahonnan, elég könnyű behozni formát. És igazából az a tét, hogy van-e saját formája ennek az itthoni létezésnek? És hogy ezt ki lehet-e fejezni építészetileg? És hogy ezt ki tudja megmondani, hogy az milyen? Ez lehet lakó, urbanisztika, tehát mintázatok keresése, hogy kell lakásokat építeni, hogy kell fejleszteni, hogy kell házakat építeni. Beszélgetünk, igen. Jó, oké, bocsánat, én lehet, hogy most sokat fogok mondani, és beszélni, elnézést előre is. Rögtön arra gondoltam, hogy ha már itt a minőségről beszélünk, akkor a MÉSZ nem kommunikálni akarja, nem tartalmat adni. És elsősorban tartalmat adni, és tudom, hogy anyagi korlátok, meg minden nagyon nehéz, de azért szerintem vannak partnerek, és szerintem az ITS Fórum is ebben nagyon partner, és gondolom, aki itt mindenki partner, hogy tartalmak szülessenek meg, és mik lehetnek ezek a tartalmak. Például, ugye mondtad Gábor, hogy kiöregettünk, és én ebbe egyetértek, mert ugye hiányzik egy komplet generáció, hogy 40 alatt, és hogy nagyon jók voltak egyébként a MÉSZ-nek ezek a főzős buliai, amikor itt kitelepült a csapat az építész klubbal együtt ide a térre, tehát ez volt egy-két nagyon jó esemény. Szerintem ezeket meg kéne próbálni megtartani, folytatni, újraéleszteni, más formát adni. A másik tartalom, ami nagyon fontos, hogy beszélünk a minőségről, vagy beszéltetek a minőségről, legyen már egy konferencia, vagy akár több meetup, hogy mi az, hogy minőség, mi az, hogy építészeti minőség. Definíciók kellene élnek, mert nem tudjuk, hogy mit jelent.
Tehát nem, tehát mindenki másért tartta, és akkor legyen olyan program, ez szerintem nem egy olyan bonyolult dolog összehozni, hogy vagy meetup, tehát egy ilyen beszélgetősebb, vagy pörgősebb, de hogy nézzük meg, hogy mit jelent ma a világban az, hogy építészeti minőség, és hogy az most anyagminőség, gondolati minőség, formagazdagság, szociális érzékenység, vagy mindez összességében, hogy kezdjük el ezeket a tartalmakat adni, mert ha van tartalom, akkor van miről beszélni a sajtónak, és akkor nem az van, hogy van egy súlytalan szervezet, ami tulajdonképpen üres, és nem is tudjuk, hogy mit csinál. Nagyon örültem a kinyilatkoztatásoknak, amit a Gábor mondott, szerintem borzasztóan hiányzik, és ez összekapcsolódik ezzel, hogy a minőséget mondjuk meg, mondja meg a MÉSZ, hogy a MÉSZ által létrehozott tartalom, vagy konferencia, vagy kommuniké, hogy mit tekintünk ma minőségnek, mihez viszonyulunk. Tehát, hogy én ebben látom a ti óriási irányító szerepeteket, és az, hogy megpróbálni ehhez összehozni egy kis csapatot. Nem kell sok ember, szerintem két ember ezeket a programokat le tudja szervezni, és mi abszolút teljes más szélessége ott vagyunk mellette. Tehát, hogy kommunikációban program, közös programok fejlesztésében, stb. Tehát, hogy azt szeretném kérni, hogy ne aludjon el ez az energia. Nem kell sok energiát belerakni, az ötletet kell, az agyat kell belerakni, de hogy ne az egyen, hogy két év múlva megint nem történik semmi. Mert ez szokott történni, hogy nem történik semmi, mert mindenkinek van cége, élete, energia, stb. És igen, az én szívügyem például, és lehet, hogy itt többek ki a liget, szerintem nem volt méltó a MÉSZ szereplése a liget kapcsán. Ez a minőségről, hát nem tűzöl, de hogy igen, tehát igen, ott van köztetek most egy bátor ember, Gábor személyében, aki meg nyilatkozni, és hogy én ezt nagyon örülnék neki, hogy kellenek vezetők, tehát egy vízió nélküli országban élünk, vízió nélküli építészeti közösségben élünk, és igen, kellenek a vízióval rendelkező vezetők. És ezt a szerepet fel kell vállalni, akár tetszik, akár nem, akár szellemi, filozófiai értelemben, akár pedig, hogy mondjam, egy ilyen politikai közéleti értelemben. Én ezt nagyon örülnék ennek, tehát hogy mennék utánatok. Csak egy mondattal, hogy legalább, én félek a nagy vízióktól és a világ megváltástól, tehát azt én nem szeretnék, de amúgy egyetértek. Én a tartalommal kapcsolatban... Bocsánat, nem a világ megváltásról van szó, hanem arról, hogy vízióknak a versenye van, vagy egymás mellett léteznek, hogy a víziók szintjén tudjuk elképzelni a jövőnket, és erről kell beszélgetni, arról, hogy ma, holnap mit csinálunk, mit szervezünk, milyen kávét viszont, ez szerintem nem. Egy kvázi sorvezetőről. Igen, tehát igen, abban igazad van, hogy teljesen vége van annak a világnak, hogy egy ember megmondja, hogy mit kell csinálni, hanem hogy diskurzus van erről a viszont. Milyen formát láttok jó a diskurzusnak, mert ami itt nekünk itt több oldalról jött, egyszer az állásfoglalósdi, amikor állás kell így foglalni, ilyen is volt. A másik az, amit nem olyan egyszerű témát. De ugye az valami véleményünk, ezt mondjuk el. Így van. Még akkor is, hogyha személy szerint bizonyos dolgokkal nem értünk egyet, megpróbálunk egy olyan, bocsánat, szabadba vágni, egy olyan meccést a szakmából kivenni, ahol minden egyes figura ezt a fajta, hát hogy mondjam, ha rejtve is van a személyisége, de a személyisége benne legyen abban a bizonyos döntésben. Így van. És ennek van egy másik formája, amit próbálunk létrehozni, az pedig az, amikor van egy fórum erről, például ezt a mészestékhez kapcsolva, amikor olyan téma van, ami eleve összetettebb, nem fekete-fehér, vagy nem is mi vagyunk benne. Például amikor tájépítészeti kérdések kerülnek elő, vagy olyanok, amihez meg kell hívni is a szakemberek vannak benne. Igen, hadd mondjam én is, mert ugye itt most picit tartalomról, meg elvekről, vagy nem is tudom, inkább ilyen példamutatásról ugye beszéltünk. Hát júniusban választották meg az új elnökséget, mi a nyár folyamán már kiadtunk egy hivatalos állásfoglalást, elsőként Virág Csaba országos teherelosztó épületének megmentése érdekében. És ezzel egy olyan tanácsot dobtunk egy állóvízbe, vagy éppen egy olyan alakuló dologba, amivel elgondolkodtattuk a szakmát, a közvéleményt és a politikusokat.
tervezzük, hogy hasonló ilyen állásfoglalásokat szeretnénk kiadni, mégpedig, ahogy a Csaba az előbb említette, nem csak a szűk elnökség, akik úgy összeülnek, és mi magunk itt megálljuk, vetjük, hogy akkor most kinek mi a véleménye, hanem erre született az a kis bölcsek tanácsa, ez a kis grémium, amit szintén aktivizálni szeretnénk ebbe a dologba, de nagyon szeretnénk, hogyha a közvélemény is ebbe a dologba minél aktívabban megnyilvánulna, és ez a fajta állásfoglalás, ez egy minél szélesebb platformon alakulna ki. Nem gondoljuk, hogy mindannyian ugyanazt fogjuk szépnek és jónak gondolni, de mégis a szakmánkat mi nem véletlen tekintjük egy külön szakterületnek, ahol megítélhetők szakmailag is ezek a dolgok, és ezt fontosnak tartjuk, hogy mi szakmailag tudjunk reagálni ezekben a kérdésekben. Természetesen ez a szakma egy összetett szakma, nem egyedül mérnöki képletekkel leírható, ebben nyilván nagyon sok a művészi aspektus is, de mi úgy érezzük, hogy egyrészt ez a hivatásunk, és akiket megszólítunk ebben a dologba értenek hozzá, ebből születnének meg ezek a hivatalos állásfoglalások. Erre kiváló alkalom a Mészesték sorozat, amit Oskó Juditték, Varga Ötvös Béláék elkezdtek az idén szervezni. Ezt nagyon aktívan szeretnénk tovább folytatni. Nem titok, október közepén tervezünk a Római Gáttal kapcsolatban egy ilyen szakmai vitát. Tervezünk a Budapest városfejlesztéssel kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban tervezünk ilyen fórumokat, ilyen szakmai beszélgetéseket. Ha még nem késő, akkor lehet, hogy a Kossuth téren is érdemes egy ilyen kis vita alkalmat. És nagyon jó az, amit itt említettél, a tartalmi dolgok. Hogy például a Virág Csaba házával kapcsolatban merült föl az az ötlet, hogy mennyire nem ismerjük a 60-as, 70-es évek mai magyar modern építészetét. Micsoda kiváló építész kollégák, kiváló munkái születtek akkor, amit évtizedekig lesajnáltak, illetve most is nagyon nehéz még értékként ezeket helyükre tenni. És tervezünk egy olyan kis konferenciát, tanácskozást, vagy egyáltalán egy ilyen nyitott kör, ahol például a 60-as, 70-es évek magyar modern építészetének példáit, alkotóit és munkáikat szeretnénk bemutatni. Hogy egy kicsit nyitottabbá váljon ez a szakma, és ne csak egy ilyen általános közízlés alapján szülessenek bizonyos döntések, meg értékítéletek, hanem ezt szakmaivá tudjuk tenni. Hát hogy meglátok egy kérdezően, mit szeretném megfordulásuk. Én mondjuk azt hiszem, hogy kivétel vagyok, én olyan embereket írok, akik nem érdekel az építészet különösebben, vagy nem az építészet érdekel. És én azoknak így egy szemben csomószor megmutatom, hogy de amúgy érdekes, és igenis érdekel téged, hogy te elolvasod. És az én szempontomban az egyébként egy nagy váltás az, hogy nekem például soha nem jutott eszembe megkérdezni, akármilyen valami részletet bevallom őszintén. Viszont most itt ülök, úgyhogy ez mindenképpen nem egyetlen. És nekem mint felhasználónak, vagy hogy olvasónak, nekem tényleg nagyon jó, hogyha például egy ilyen állásfoglalás megjelenik, amire azt lehet mondani, hogy na ez egy van mögött egy konszenzus, és tényleg akkor ez egy ilyen vonal, amit lehet követni. És nekem a másik felől viszont tök jó lenne, hogyha mondjuk szakmai kérdésekben lenne egy olyan hely, vagy egy olyan fórum, vagy ez olyan szó, a Mészhez fordulhatnék mondjuk bármilyen kérdéssel, és nem fegyed nagy állásfoglalást várok vissza, mert nem lehet mindenben egységes az építőművészek, de mondjuk egy olyan tök örülnék, hogyha azt mondanák, hogy igen, ebben a kérdésben három fő álláspont van, és az X, az Y, meg a Z érdemes mondja nekem megkeresni, akik ebben meghatározók és mértéktartók, és nem elfogultak, és nem tudom. Szóval, hogy nekem egy tök utánpont lenne, hogyha a ilyenekben sem, mert egy csomószor csak tapogatózik az ember, és sejt, hogy kinek mi a véleménye,
De szóval, hogyha egy igazán objektíven szeretnék írni, akkor tökéletes, hogy egy ilyen hátteret kaphatnánk. Tehát ebben egy nagy segítség lenne. És akkor mondjuk egy cím, amire megírom, hogy sziasztok, ebben tudtok-e segíteni, és akkor visszajön kapnék akár egy választ, akár két nevet, azt mondja, hogy tehát ez például egy tök valami szerint. titkar@mezorg.hu Jó, oké, tehát megvan, világos, megvan, csak hogy... És örömmel, bárkinek kellene szívesen, tehát... Nekem az egyszerű felhasználók, meg a népnek ez egy nagyon segítség van. És milyen olyan témákat láttok, amit így a népet érdekel? Hát abban, amik ilyen megmoztuk, tehát hogy mit olyan, ugye most itt, amik fölötték temlegetve a Ligettől elkezdve a vagy az olimpia, vagy a... Nem tudom, tehát egy csomó olyan téma, ami de akár lehet egy... Bármikor bejelentnek egy újabb bontást, ugye ez, vagy egy új épületet, vagy egy új fejlesztési tervet, és érdekelne, hogy mondjuk erről mit gondol az építész szakma. Ami persze így nem létező, tehát nincs, hogy az építész szakma gondol valami általában, de hogy milyen vélemények vannak, amik nem teljesen végül kapottak, vagy nem politikai alapon születnek, hanem szakmában. Az sem baj, hogy teljesen el lehet mondjuk egymásnak. Itt van egy ilyen furcsa kulturális helyzet, hogy sokszor a szakmát is váratlanul érik bejelentések, hogy nyilvánvalóan a kormányzat is támaszkodik bizonyos szakmai véleményekre, tehát azok se teljesen légből kapottak. Annak talán nem olyan erős a hagyománya, hogy a nyilvánosságban ezek a kérdések előzetesen legyenek valamilyen módon feltárva vagy előkészítve, akár hogyha konfliktusosak, akkor az is. Tehát, hogy ne annyira meglepetésszerűen érje a szakmát is, meg a társadalmat is. Ezek a bontások, ezek tipikusan ilyenek voltak most az elmúlt időszakban, hogy valamilyen megfontolások nyilván állnak mögöttük, mi magunk is vitatkoztunk egymás közt, hogy ezeknek a problematikájáról. Például a Kossuth térrel kapcsolatban azért nem adtunk ki a Virágcsabához épületéhez hasonló állásfoglalást, mert ott jobban megoszlott az elnökségben is a véleménye erről, tehát erről nyilván érdemes lenne egy szélesebb törő vitát rendezni. Hát, akár csak mondjuk mit olyan használtak, hogy ő amellett van, hogy győrizzük meg a Pintérfélétet, a másik meg amellett van, hogy nem tudom, csinálni, és akkor megszólítjuk azt a három vagy két embert, és akkor ugye a politikai érzékenység, meg a stádium az ugye ezt valamennyire nem is behatárolja, de mindenképpen modulálja ennek a hatékonyságát, vagy az értelmességét. Egy kicsit a Liget ügy az most olyan, ami már ugye még nem dőlt el abban az értelemben, hogy azt mondja, hogy még egy épület se kezdett el épülni, de közben nagyon intenzíven folynak bizonyos épületeknek ugye a tervezési munkái, sőt már a egyes épületek már a világ, tehát kivitelezési szerződés, előkészítés, stb. Van, tehát az egy kicsit már úgy néha úgy érzik, mintha úgy félig elment volna a hajó. Nem is azért, hogy ezt megakadályozza bárki, hanem hogy egyáltalán az a fajta nyitottabb szellemű kommunikáció, vagy mit a helyzet kialakuljon, vagy egy értelmezés a szakma és a társadalom számára is. Viszont vannak olyan ügyek, amik folyamatosan generálódnak, mert nem csak a kormány generálja egyébként, hanem az élet is, de a kormányzat is elég aktív ezen a területen, tehát így látszik, hogy téma az van bőven, és viszont azok a csatornák nem alakultak ki, amiben akár a szakma, akár a közvélemény ezekhez jól tud kapcsolódni. Tehát nekünk azon intenzíven kell dolgozni, vagy gondolkodni, hogy mik azok a formák egyáltalán, ami ezt értelmessé tudja tenni, ezeket a helyzeteket. Nem tudom, Gábor, van-e? A fűszert hozzák, szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen egy deklaráció, hogy mi az a szint, ami alá nem megyünk. Jó? Minőség. Ez a minőség. Tehát, hogyha ez nincs meg, tehát egy kiállítás, meg bármilyen szinten, most számomra, bocsánat, tényleg én nem akarok senkit sem bántani, de nekem az a szint, hogy nem vágunk ki fákat a városban fölöslegesen. Tehát, hogy az olyan elementális elemi, hogy azt egy építésznek képviselni kell, még akkor is, hogyha nem épület, hanem növény, de hát levegő meg
egész. A fölösznek esem az azt, hogy teljesen más két ember. Igen, igen, mert hogy oké, okay, jó. Tehát, hogyha erről elkezdett beszélgetni, mondjuk nem politikai szférában tájépítészekkel, ők is elmondják esetleg azt, hogy vannak témák, pont a fa is ilyen, ami tabuvá vált. Egyszerűen érinthetetlen dolog, hogy a fa egy olyan szentségé vált, hogy minden esetben ez, ahogy te is deklarálod, alapértéknek tűnik. Pedig azért annak is van életciklusa, annak is... Számtalan műsort csináltuk épp. Hát én beszéltem tájékítészekkel, akik ezt mondják. Azt kellene világosan tenni, hogy életciklusuk van. Igen, igen, na ezt én is. Tehát rosszul az összes fajítási ügy azon bukik, és azért vált ilyen tényleg fétissé, mert elrontották az elején, és nem mondták el, hogy ő beteg fa, ő egészséges, vagy kivágom, jót tesz neki, kivágom, de ilyen csak az egész, stb. Az embernek fogalmuk nincs, hogy kell bánni a fákkal, és amíg egy kapcsán kiderült, hogy nincsen fakataszter, és nem lett volna szabad hozzányúlni, és ott az egész olyan gellert kapott, amit most meg kellene valahogy oldani, és már rögtön a Bocskai úti fák kivágása egy újabb pofon lett, akkor ott azoknak a fáknak a nagyobb része beteg volt, rossz ültetés volt, rossz fát ültettek oda 30 évvel ezelőtt. Akikkel mi műsorban beszéltünk, ezt mindent elmondták, de hogy maga az, aki a fa kivágásokról gondoskodik, miért nem tudja ezt elmagyarázni, ez egy rejtély. Hát igen, ez a baj, hogy itt van valami. Ugyanez a bontásokra, ugyanez a minta az, ami felháborítja az emberek, hogy nem értik, hogy miért. Tehát, hogy elfogadnák, hogy van dolog, amit le kell bontani, de senki nem mondja el, hogy ezt ezért kell lebontani, ezt meg ezért kell megőrizni, és ilyen viharszerűen, vagy a váratlan tornádószerűen van egy kormányzati, hogy ez a kormányinfo csütörtökön, és akik az építészet iránt érdeklődik, az így néző, hogy mit fog mondani a Lázár János, hogy most mit bontunk le, vagy mit építünk föl. És én egyébként azt javasolnám például egy olyan vicces konferenciát lehetne csinálni, mit mondtak két évvel ezelőtt, és az ami lett. Mert itt fele nem lett úgy. Ami fontos. Néha lehet jó is egyébként. A szabadügyetőség szempontja. Igen. Én csak most olyan oldalról nézem, hogy például, hogyha Virág Csaba hála mégse bontodna le nekem, például az pozitív lenne. Igen, és milyen de csak nyilván nem mindegy, hogy ez hogyan kommunikálja minden fél. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket értelmeznie kellene a társadalomnak. A probléma, hogy a szakma sem. Tehát, hogy nincs erről beszélgetés. Nem, nincs konszenzus a szakmában. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy most holnap konszenzus lesz, de a MÉSZ-nek, vagy a szövetségnek azt a nagy feladatot kéne felvállalni, hogy segíti ezt a konszenzus létrejönni. Különböző tartalmakkal, kiállításokkal, konferenciákkal, meetupokkal, esti beszélgetésekkel, nem tudom, és ez kicsit ilyen stratégiailag átgondolni, hogy mit, mert szűkös erőforrással nem tudunk mindent csinálni. És ez csinálni egy éves tervet erre, hogy akkor hogy fogunk egy év múlva a minőségről beszélni, és hogyha a Dávidnak problémája van, akkor egyértelmű legyen számára, hogy ez ügyben kihez kell fordulni. És az nem baj, hogyha ellenmondások vannak a rendszerben. Az szépé és emberivé teszi a dolgot. Tehát, hogy nem arra vágyunk, hogy egy igazság legyen, hanem hogy lehessen az igazságok között gondolkozni, vagy mérlegelni. Vagy az is csak állítja, mondjuk, persze minden nevet listázni, meg rangsoron, stb. De hogy tökéletesen tudnánk, hogy milyen fontos problémák vannak most. Mert lehet, hogy el vagyunk foglalva a újságírók egy teljesen más, vagy valami is ügyelni, miközben a háttérben meg egy tök fontos dologgal nem foglalkozunk. Tehát, hogy általában szóval picit kellene terelni a médiát arra, hogy mivel foglalkozzon, és nem az, hogy mit írjon arról, vagy mi legyen a véleménye róla, azt is lehet persze, de ennél is fontos, hogy egyáltalán foglalkozzon vele, mert az most egy fontos ügy. Szerintem ez egy... Ilyen témákat akarunk bedobni. Igen. És ezekre a témákra meghívni pro és kontra szereplőket. És meghallgatni őket. Tehát mi ilyen lehetőségeket, alkalmakat szeretnénk minél többet teremteni. Megvan egyébként az idei tervünk, tehát amit elsoroltam, azok mind idei programtervek, és ezeket szeretnénk egy ilyen alkalommal tenni, és örülnénk, hogyha minél többen eljönnének, elröntjöttek ezekkel a... Az a nevés, szerintem sokszor ezekben a pro és kontra érvekben, hogy mi azt gondolod, hogy nem inkább szakmai oldalról menjünk. Most, amit így próbáltatok szervezni a római gáttal kapcsolatban, ott nagyon nehéz pro
szakmai valakit is találni egy vitához, azt hiszem ez mindig nem sikerült. Tehát értjük ezt, hogyha jó a szakmai oldalon megtámogatták, de néha mindleg a... Persze, de azon nem is fel, tehát ott, tehát ki lehet adni persze, ha valamiben egyetértésen az nekünk még jobb, tehát akkor lehet tudjuk írni, hogy ez a véleménye a miniszternek. Csak a római gátnál az az abszolút helyzet állt elő, hogy határozott célunk, hogy egy olyan beszélgetés vagy vita legyen, ahol az érvek és ellenérvek megjelenítődnek, és ehhez képest csak egyelőre még csak az ellenérvekhez találunk szereplőket, és az érvekhez nem. Hát aki ellenzi, arra van. Olyan kell, aki ellenzi, vagy aki nem, aki helyes, úgy kellene olyan szereplő. Húlnak ezek a lapok a címének nevező ingatlanokban, és minden héten küldenek egy elképesztő levelet. Nagy élvezettel olvassuk. Igen, csak ugye szakmai része, tehát hogyha mind a kettő... Ők magukat szakmainak gondolják. Ők képviselik azt a nézetet, hogy oda kell a magégát. De szerintem a Romai Part így a Tarlós utolsó nyilatkozatát ismerve okafogyottá vált, nem tudják technikailag megindokolni, hogy ez lehetséges. Ez pénteken elhangzott a Fővárosi Infon. Ajánlani tudom az átlátszó.hu oldalt, hol ez egyik van vezetve. Tehát, hogy ez valóban olyan dolog, hogy meg nyilván a tájépítészekkel együtt lehet a Római Partot feltúrni vagy gyúrni, de a 9-én ezen a hétvégén lesz egy nagy felvonulás, meg jelenlét, meddig megy el a mész. Tehát lehet van emberkérdés ott, mert megnézni, hogy ki kicsoda megismerkedni, és utána beszélgetni róla tovább, persze. Hát magánemberként állást foglaltok, csak testületként. Azért nem, mert még várunk erre a szakmai vitát, amit magunk próbálunk összeszervezni. Okay. 10-ére tervezzük egyébként. Hát akkor megérjük, a 9-én lesz lehet is. Még egy dolog eszembe jutott, hogy az lenne a fontos, hogy valahogy képviseljétek azt, hogy az építészet, a minőségi építészet mi az, ami hozzá tud adni a világhoz. Most ez ilyen nagy szöveg, de valójában ez nagyon fontos, hogy valahogy ez is le legyen írva, vagy valahol megjelenjen a honlapon, hogy mivel tudunk hozzájárulni a társadalomhoz, az élethez, a világhoz, nem tudom. Tehát, hogy mivel tudjuk az emberek életét jobbá tenni, vagy nem csak az emberek életét, hanem a világot jobbá tenni. Mert hogyha ezek a hozzájárulások nem láthatók, nem olvashatók, akkor akkor referenciálonként sem tudnak működni. Tehát ez a misszió kérdés, amit minden cégnél megcsinálnak, hogy ők mivel járulnak hozzá a világhoz, hogy a társadalomhoz, az emberek életéhez, itt szerintem nem kikerülhető, hogy a minőségi természetet képviselő szervezet is megfogalmazzon egy ilyet, ami egy kicsit iránytű, mondjuk mindannyiunk számára. A példák erejét tartom én itt fontosnak, tehát nagyon sok olyan programok, kiállítást szeretnénk nem csak az idén, ezek inkább hosszabb távú elképzelések, ahol ezeket a példaértékű munkákat, ezt a minőségi munkát tudjuk bemutatni, illetve én még az alkotókat is hozzátenném, tehát hogy őket megszólítani. Például tervezünk egy olyan, de már erről, hogy mondjam, kormányzati szinten is tanácskoztunk, egy olyan programsorozatot, amikor az országos tervpályázatoknak a győztes tervpályázatait itt a tervezők maguk ismertetnék és bemutatnák. Tehát, hogy első kézből az alkotóktól halljuk azokat a gondolatokat, szellemiséget, hogy ő mit tartott fontosnak, miért ilyen koncepciót érzett lehetségesnek, ugyanis ilyen műhely titkok sokszor a legértékesebbek, legfontosabbak, hogy alapul, hogyan születik meg egy ilyen alkotás, vagy maga a gondolat, hogy ezt a pályamunkát mivel tudta ő megnyerni. Volt is már egyébként ilyen, tehát ezt is a nyár folyamán a Néprajzi Múzeum tervpályázat kapcsán megszerveztük, hogy Ferenc Marcell a győztes tervpályázatát itt élőben maga mutatta be. Volt egy laudáció is hozzá, és állatizgalmas volt ezt ott elsőként, vagy élőben hallani, hogy
mi volt az a szikra, vagy hogy született meg ez az egész történet. Egyébként ez volt is régen a MÉZ-ben. Tehát a tervpályázatoknak az ismertetése, ez egy rendszeres feladata volt ennek a szervezetnek. Ezt nem akarjuk mi magunk kitalálni, ezt újra fontosnak tartjuk. Tehát annyi ötletpályázat volt most itt, ami ugye ráadásul nem is igazi építészeti pályázat, mert sokszor bárki indulhat egy ilyen dolgon, de szeretnénk egy kicsit szakmaivá tenni, és ezt a MÉZ berkei belül állandósítani, hogy itt lehessen ezekről első kézből hallani, és erről vitatkozni. Hát ugye itt volt a Csontvári pályázat, itt van ott a Citadella pályázat, itt volt a Citadella, itt van a határideje. Igen, ma van a határideje, aztán... Hát itt a múzeum koncepció, itt ülünk a bekerített palota mellett. Ilyen ötletpályázatok voltak még ezek a... Tehát, hogy ezek elmaradtak. Sok minden volt az elmúlt. Igen, Dunaparti fejlesztések. Tehát, hogy ezek elmaradtak. Persze jó, hát ezt sok helyen lehet látni magukat, a terveket otthon meg lehet nézni. De én fontosan tartanám azt, hogy ezt a élővé tenni, ezt a koncipiálást, hogy lássunk ebbe a dologba. Hát Ferenc Marci elmondta, hogy amikor volt a bejárás, akkor most nem akarok hülyeséget mondani, de valamelyik külföldi sztár csapat azzal jött el, hogy na, ezt megnyertük, nekem már van egy jó ötletem. És ezt meghallotta a Ferenc Marci, és úgy begurult, és azt mondta, hogy hát csuda vinnél, majd mindjárt. És ez annyira inspirálta folyamatosan ez a dolog a fejében. Ezt például én nem tudtam, nekem ez egy izgalmas dolog volt, hogy ő ezt ott elárulta. Mi van? Nyugodtan. Csak a nem fogynak az ennivalók, hol vannak a kedves felszolgálók. Az épülete valami kérdezik, nem akartak zavarni. Zavarnak, hát most nem. Tehát olyan értemben, hogy vagy egy co-working irodának meg kéne nyitni, fiatalokat idehozni, az a Kós Károly terem az borzasztóan is kéne, ugye tudod, hogy csak kéne egy fiatal építés csapatot, vagy egyetem is lehet megkérni, mert valami dizájnverseny, vagy versépítészeket, nem tudom, de hogy a házat meg kell nyitni, ez egy zárt ház, amiben néhány idősebb tölt dolgozik, és akkor ennyi nagyjából, nem? Gyönyörű az épület, akármilyen is néz ki, nem pénzt kell elkölteni, hanem de megnyitni. Igen. És hogy utána, hogyha már itt elkezdődik valami élet, akkor utána ahhoz az szerintem nagyon sokat jelentene. Ez egy például az milyen lenne, hogyha akik felújítják, le akartják? Tehát, hogy úgy jönnének ide belső építészek, de van példa külföldön, ilyen co-working irodákat nagyon gyakran úgy csinálnak meg elhagyott épületekben, hogy a tulajdonos azt mondja, nem tudom ki a tulajdonos egyébként. Állam. Magyar állam? Aha. De hát ha a magyar állam kapható arra, hogy ez belássa, hogy ez jó, hogy aki építészként, belső építészként felújít egy adott részt, aznak az értékét lelakhatja. Tehát akkor itt lehet az irodája x ideig, ami annak az érték, ami munkát ő belefektet. Hát ennek teljesen jó, csak itt is azt gondolom, hogy először egy vízió kell, és eddig mi nem történt semmi, mindenki foglalkozott egy Kós Károly teremmel, nem a Kós Károly teremmel kell foglalkozni, hanem a vízióval, hogy mitől lesz egy működő épület. Ha megvan az a vízió, hogy mitől működő az épület, akkor meg lehet találni rá a forrásokat is, meg azokat is, akik ebben részt vesznek a tervezésébe. De az első és a legfontosabb az a vízió a szervezet szempontjából is. Gondolom, hogy amik még így előjöttek, meg még így kérdeznék én is egy pár dolgot, az egyébként a MÉK meg a MÉZ-nek a viszonya, azt gondolom, hogy mi se gondolunk tabukat. Tehát vannak olyan kérdések, hogy a célok azok a világos szerintem is közös, ez a minőségnek, meg az építészetnek az emelés, és mi szolgálja jobban a szervezetek közötti kapcsolattal, hogy egy szervezet, két szervezet, vagy milyen kapcsolat van, hogyha így hagyományozódott ránk. Következő kérdéskör az szerintem a díjaknak a kérdése, ahol rengeteg olyan díj van, aminek van súlya, van olyan díj, aminek nincs súlya, de nagyon sok díj van, ezeket megint újra kell gondolni, hogy minden díjnak legyen súlya, amit valaki megkap. Tehát rengeteg olyan kérdéskör van, amiben tényleg érdekelne még így, hogy elmondtátok, hogy ti hogy látjátok ezeket a kérdésköröket is, de látom, hogy hasonló gondolat van, mi is meg szeretnék. Talán ehhez annyit, amit most a Csaba mondott, hogy kezdetben volt a MÉZ, és amit nem volt semmi más, csak a nagy
a hőskához és a szocialista méz, utána elkezdődött egy ilyen átalakulási folyamat, hogy a mézből hogy lehet érdekképviseleti szervezetet csinálni a 90-es években, és akkor sok fokozat volt, voltak különböző teóriák, ott például Böhönyei azt mondta, hogy angol típusú ilyen intézetet kell csinálni, ahol egyben van a mész és a kamara, egy intézmény, nem kettő, egy, mint a félvilágon, yes. Így van. És, de nem ez, hanem egy másik, egy ilyen poroszos nézet győzött a 90-es évek második felére, egy ilyen rendvédelmi kamara és egy mész, mint egy ilyen kulturális elefántsontorony. És ez még úgy, azon úgy érezzük, hogy ez nem jó. Nem jó így, mert az ember ugyanaz az ember, tehát mindenki kamara itt meg egyszerre, meg néztak. Úgyhogy hát mi fölvetettük. Legalábbis egyelőre így magunk között, hogy hát ezt lehet, hogy vissza kéne valahogy rendezni. Nem tudjuk még egyelőre, hogy hogyan, de ami egybe tartozik, azt nem érdemes mechanikusan szétszedni. És ez tárnyalja azért ezt a képet az, hogy rengeteg egyéb szervezet is létrejött közben, MMR-ra gondolok, ugye, aminek tagjai is vagyok részben. Hát az egy külön tészta. Igen, csak ugyanúgy az is egy ilyen kulturális csúcsszervezetként jelenik meg, ami ugye látszik, hogy párhuzamosságok keletkeztek, de ugyanígy míg a kamarában együtt vannak a tájépítészek, meg belsőépítészek, nem tudom, akinek építész van a levélben, az ugye be lett vonva, mert az volt a koncepció, hogy minél többen vagyunk, annál inkább legalább összevethető a súlya a mérnök kamarával, ahol több tízezren vannak. Tehát, hogy volt egy ilyen politikai súly szerinti filozófia, vagy persze szakmai háttere is volt ennek szándéka, de a szövetségek szintén ezek is külön vannak, a urbanisztikai társaság, a tájépítészek szövetsége és a többi. Tehát azt akarom mondani, hogy van-e, hogy ami jó is, ugye, mert a szocializmus monolitikussága után létrejött 26 év, tehát még mára egy ilyen túltagoltnak tűnő, vagy lehet, hogy nem túltagolt, csak nem eléggé világos az, hogy kinek mi a dolga, és akkor ki milyen forrásból, hogy működik, vagy milyen energiákból, milyen dimenziókkal, és ez biztos, hogy rászorulna egy ilyen gondolkodás erre a legjobb dologra. Nagyon szerencsétől is megkérdezni, hogy mitől lesz, hogy a mésznek a tagja? A kamarai tagságot tudom, de a mésznek, én például lehetek mészt, amikor nem vagyok építész. Jó, egyelőre nem, de gondolkodunk rajta, hogy valamilyen rászorul tagságot létre. Ez határozza meg a kérdés is utána, vagy a súlyát, nem? A mész tagja jelenleg építész. Lehet, tehát csak építés. És mit kell tudni azokat? Semmi, egy portfólióval vagy egy jelentkezési lappal kell ugye jelentkezni, és az elnökség dönt, vagy joga a tagságnak a kérdésében. Amit mi ugye az elején hangsúlyoztam, a minőség szerint szeretnénk definiálni, tehát hogy ez egy rang, egyfajta elismerés, szakmai elismerés legyen újból, hogy valaki a mész tagja. Viszont az elhangzottakhoz én is tennék egy kiegészítést, mert nekem nagyon tetszett Erikának ez a nyitott ház filozófiája, ugyanis nem titok, mi most elkezdtünk az egyetemekkel egy együttműködési megállapodást kötni, megállapodás sorozatot kötni. Ennek mondhatnám az az alapja, hogy az előző elnökség ideje alatt a MÉSZ körbejárta a felsőoktatási építészképző helyeket, Debrecentől, Pécsig, Győrig, mindenhol. De mi most azt találtuk ki, hogy viszonoznánk ezt a látogatást, és szeretnénk az egyetemistákat meghívni ide, és alkotó heteket, különböző performanszokat, vagy egyéb lehetőséget, kiállításokat adni a hallgatóknak, hogy itt tényleg egy olyan nyüzsgő, fiatalos, állandó, hogy mondjam, napi program, sorozat legyen, ami, hát nem titok, számunkra nagy előny, mert egy csomó fiatal akkor már tudja, hogy na, emlékszel a múlt héten a mézben mi volt, és milyen jó volt. De olyan szintig is elmennénk, hogy a honlapunkat szeretnénk, hogyha a
MOMIN keresztül lehetne esetleg megújítani, frissíteni. Nagyon szeretnénk, hogyha a műegyetem például különböző rajzórákat itt tartana, vagy építészettörténeti felméréseket. Tehát, hogy ez egy ilyen napi kapcsolattá váljon az egyetemekkel, egyetemistákkal az itteni dolog. Tehát a fiatal. Igen. Nekem már az jutott eszembe, hogy az építészeti biennálé, ugye most igazából az itt látható, amiről mi itt beszélünk. Tehát itt van ez az egri csapat, aki a saját városában egy, nem egy bontásra épített ház, de tettem azért fennben, nem, hogy nem jó párzom, de mégis egy olyan épületet lehettek a saját kapcsolataik révén, a saját pénzüket tették bele, tehát a tulajdonos egy fillért nem adott hozzá. És most ott három szinten élet van, és a saját irodáik is ott van. Tehát, hogy ott van a Biennálé, a 10 legjobb pavilon közé emelték az egész Biennálét illetően, és a 4 legjobb közé a Jardinot illetően az egrieknek a pavilonját. Tehát azért én azt gondolom, hogy az igazából a módszer megvan, nem csak ők csinálják, azt másút is csinálják, és az elég elegáns lenne, hogyha Mésznek lenne véleménye arról, amit a Biennálén, az egészen a Biennálén lehet látni. És valahogy mert ezzel lehetne generálni talán véleményeket is. Felerősíteni ezeket az értékeket, ezeket a példában. Arra panaszkodnak, hogy nem nagyon, mert én ott találkoztam a Dénessel, és azt mondta, hogy hát magyar építészekkel olyan nagyon nem tudott kapcsolatban kerülni, úgyhogy mondta volna véleményt, vagy azt mondták volna, hogy tehát nincsenek ott állandóan, nem azt mondom, hogy ott kellett volna találkozniuk. De hogy a visszhangokból nem az szűri le, hogy a magyar építész társadalom nagyon jól reagált volna és élénken arra, hogy ő nem az, hogy a Biennálén kint vannak, hanem arra és arra, ami Egerben. Tehát, hogy ők ezt például kifejezetten hiányolják, jobb, szívesen találkoznak, szívesen beszélnek róla, szívesen megosztanák, szívesen látnának a csapatokat Egerben, hogy nézzék meg, vagy ha kimenek Velencébe, hogy keressék fel a pavilonot. Van egy jó példa, nem tudom, ismerjétek az Andrea Duchamp-t, neki van az Oris nevű magazinja, de ugye ez egy másik modell, tehát ő egy építész irodaként létrehozta az Oris intézetet, ami körülbelül egy akkora épület, mint ez, tehát ott is. És hogy tulajdonképpen egy szövetségi tevékenységet végez ezen az épületen belül, van könyvtár, tehát ugye a funkciókat tekintve van étterem, nagyon hasonló. Tehát meg lehetne nézni, hogy ő hogy csinálja jól. Tehát ugye ezeket a példákat, hogy a házak működnek, a ház, az élőhely, az ugye nagyon, nagyon sokat tud dobni az egész. Az élőhely. Ugye ez az a probléma a Mészen, hogy évek óta alszik. Egy ilyen halott, vagy nem, hogy ezt mondom, de halott hely. Egy csíterőzsik, amit az mondom. Tehát ugye eljövünk néha ilyen cuki diátadókra, és körülbelül ennyi. Tehát, hogy miközben isteni adottságai vannak. Tehát ugye egy csodálatos hely lehetne. Életemet tudjuk tölteni. Ah, ez biztos, és hogyha ez van esetleg üres terület, ahol mi is betonkörtök, szívesen jövök. Mert ez itt készülünk. Azt hiszem, is földobnám. Igen. Én szerintem fontos egy szakmai közélet, nem a fejtség. De szerintem borzasztó fontos, csak amit kérdezett erre, hogy most tag lehet-e, vagy nem lehet tag. Tehát én azt gondolom, hogy az ember egy legtöbb újságíróval, szakújságíróval beszélget, azt se tudja, hogy építész a végzettsége, vagy nem. Fogalmam sincs, mert annyira jól rá hozza a témára, és ezt a közéleti és építészet kapcsolatát nagyon-nagyon jól viszi. Tényleg őszintén mondom, hogy nem. Ugyanakkor egy csomó szakma veri rá, meg nem tud az ember sokszor beszélgetni, mert azoknak már nincs víziója a szakmáról. Hát én ezt jóval jobban kiterjesztem a magam részéről, de csak ebben meg is értünk. A Bülcsek tanácsában már eleve abban gondolkodtuk, hogy kiterjedtebb legyen ez a különbség. Ez a grémium, amiről itt szó volt, hogy mindannyian 5-6 nevet bedobtunk, hogy te kit érdemes aktivizálni, bevonni ebbe a dologba, abban már nem csak építészek vannak. Tehát ott már számítunk. Tehát az Erika nem dicsérheti saját magát, de a média építészeti díja az bizonyos értelemben erről szól, hogy társadalmilag érthetővé tenni bizonyos építészeti kérdéseket, amely nem az ízlésről szól, hanem ugye az kicsit nehéz lenne, hogy nekem tetszik, neked nem tetszik, hanem arról, hogy épül be a köztudatba az, amit látunk, és amit használunk, mint épületet, és az miért jó nekünk.
és hát itt egy nagyon komoly pályázati útvonalon mennek végig az épületek, és néha eléggé meglepő, hogy nem is az kerül a médiadíjak közé, amire az ember azt hinne, hogy na ez biztos, mert olyan jelentős, hanem apró, pici, egy faluban valamit megcsinálnak, ami fantasztikus a felépítésében, a használatában is, az innovációjában is, és ezeket szerintem, ha az építészek ezekre büszkék lehetnének, vagy valahogy az, a médiadíjon kívül is jobb volna ezekről tudni, vagy valami rendszer, nem tudom milyen rendszer alapján ezekről tudomást szerezni, vagy tehát, hogy ez egy alkalom az építészeti médiadíj, egyszerű alkalom, egy évben az építészet az, hogy minden nap történik. És hogy mennyire nem csak építészekben gondolkodunk, azt például a ma délutáni kerekasztal beszélgetésünk, ahol kifejezetten az volt a szándék, hogy egészen távol álló, most így idézőjelben gondolom, embereket, költőt, filmrendezőt szeretnénk ugye egy asztalhoz ültetni, és hát tervez egy jobb világot, az idei építészet világnapja jelmondata, ez hál' Istennek elég általános ahhoz, hogy ebből egy kicsit körüljárjuk, és nem csak a saját szakmánkat, hanem ezt a jobb világ dolgát. Tehát Mag Károly filmrendező, Nádasdy Ádám költő. Nem, de csak rád mutatok, mert a Gábor ennek az egyik főszervezője, bocsánat. Gábor az építész szövetség alelnökeként, János is együtt fognak erről beszélgetni, illetve a helyzetosokat hívtuk még bent a kerekasztal beszélgetésbe. Hát hiszen a tervez egy jobb világot, az ő víziójuk, az egy abszolút izgalmas kísérlet ilyen szempontból. De a lényeg, hogy nem csak építészekkel szeretnénk. Tehát ez a legfontosabb üzenet, hogy kilépni ebből a körből, és nyitottabbá válni, a háznak nyitottabbá válni, élővé válni, a közvélemény számára láthatóvá válni, párbeszédet kezdeményezni, stb. Mondják egy apró jelenséget, amit érdemes még talán megfontolni, hogy Gábor Tutka nélkül én tanulja voltam a tavalyi Property Fórumon az előadásodnak, és ott voltál egy 10-8 percet, azt hiszem, amit beszéltél, és hogy el kell nektek mondanom, hogy nem üdvöző volt, tehát hogy ott ügyvédek, meg ingatlan fejlesztők, tehát abszolút építészetre érzéketlen emberek között. Hát igen, ez inkább üzlet, tehát máshonnan nézik, tehát így az építészeti minőségre érzéketlen emberek között. 8 perc alatt egy olyan előadást tartott, ami hát úgy én azt gondoltam, hogy ha még lenne 25 vagy 10 vagy 8 Szoboki Gábor előadás, akkor ez szerintem máshova tudná pozícionálni az építészetet. Ez azért hoztam föl, mert nem elég, hogy itt kell programokat csinálni, hanem ilyen taktikusan le kell nyomulni azokba a terekbe, ahol eddig még nem volt jelen az építészet. És nem tudom, hogy a Gábort meghívták, vagy hogy volt, meg nem tudom minden, hogy tudatosan kéne arra törekedni, hogy legalább ti, a vezetők, ezeken a helyeken előadjatok, megjelenőjatok, akár 5 perccel is, hogy az építészet ügyét kell képviselni, és erre valahogy itt föl kell jól készülni. Mert ez, nem tudom, ott a teremben biztos még 200 ember, és hogy nekik ez egy sokkal... Egy másik példa, hogy az Irodapont.hu szervez ugye egy versenyt, az évirodája versenyt, és hogy a Profession irodájában volt, és egy sajtótájékoztatót, és elmondták, hogy addig nem nagyon ment az a verseny, amíg egyszer csak rá nem akadtak arra, hogy a HR-eseket kell vele megszélozni. És hogy hozzá kell rakni egy olyan koncepciót, amit mondom, mindenki ismerni maga, mindenki nyomul ezen, tehát ez az employee brandingnek hívják, ugye, hogy a dolgozók, ugye nagy az elvándorlás, meg most már nagy a munkanélküliség, az IT-szektortól kezdve egy csomó helyen, ezért az iroda, meg az építészeti környezet, az egy ilyen megtartó erőként funkcionál. Tehát, hogy keresni azokat a felületeket tudatosan, és ezt nem feltétlenül hogy mondjam, a homlokzatra van kitéve, de mint szervezetnek szerintem így kicsit a háttérben tudatosan kell építkezni arra vonatkozóak, hogy hol lehet az építészetet kvázi eladni ilyen formában. Szeretnék reagálni az Erikára, meg egy kicsit a Júliára is, hogy az a probléma, tehát nem csak ez a ház,
Arusza, Csipke, Ruzsika álmát, hanem sajnos egy kicsit az egész építész társadalom is így beragadt. Az okok miatt. Most például a fiatalok nem tagjai egyáltalán résznek, tehát nincs fiatal tagság. Csak, hát mert nem is ismerik. Fogalmuk. Nincs, mi az a rész. Én irodában szoktam egy részét, ilyen lakmuszpapír, fogalmuk. Tehát eleve van egy probléma, egy ilyen generációs szakadás, ezt értsétek meg, hogy az építészekkel azért föltörülik a padlót naponta háromszor folyamatosan, és nem csak ma, hanem az elmúlt 15-20 évben nagyon keményen. És egy kicsit az a generáció, aki viszi a irodákat, meg a dolgokat, az egy kicsit ebbe így bele is. És ráadásul jön a technológiai váltás, meg az egész, amiről beszéltek, nem győz. Tehát nem győzik a kollégáink egyszerűen. Ülnek, bedúboznak kicsit, és nem tudnak ilyen könnyedén workshopokat szervezni. Tehát egyszerűen segíteni kell őket, és én azt javasolnám inkább, hogy ez egy közösség legyen, ne az építészeket kezdjük bántani, hanem inkább kicsit helyzetbe hozni, hogy mert mindenben egyetértünk egyébként, a fiatalítása, a nyitása, de nem egyszerű azért. De akkor, amikor napi nyaktilóban van a fejünk, folyamatosan a munkák. Csak akik csinálják, azt szerintem be kell hozzani. Az a másik közös, hogy most már szerintem nincs megosztottság. Hát én úgy érzem, hogy itt közöttünk megszűnt a vészben ez a megosztottság, és mindenkit be akarunk hozzani a képtől kezdődően. A Hellowood-osok, tehát az ember megnéz már egy portfóliót, a legnagyobb élmények a Hellowood élmények, vagy most már több tábor is van, akik viszik. Tehát mindenkit, aki nem olyan sok ember van szerintem, mert pont a kommunikáció is van, hogy nagyon kevésen tudnak jól kommunikálni. Ja igen, azt akarom, hogy olyan, mint Gábor, olyan egy kezünkön meg tudjuk számolni. De viszont azt mindenkit be kell fogni. Nincs kommunikációs képesség. Kezdjünk el ilyen tréningeket, hogy valami. Ezt gyakorolni. Te is tudod. Ezt 10 évig csinálni. Én mindig mondtam a MUPA. Ki kezdte az előadást egyébként? És azért például még ott a BDA. Azt mondta, hogy még nem vagyok beinkelve. Tudod, egy ilyen vicce. Lazán így leterítette a csávokat ott, meg mindenkit. De hogy én szerintem, ha látjuk, hogy mik a hiányosok, az nem jó, hogy az agyunkban azt mondjuk, mint egy mantrát, hogy a nyaktiló a fejünkön, a nem tudom én micsoda, hogy nem tudunk előrébb. Tehát hogy én látom, hogy borzasztó terhelés alatt van a szakma, elképesztő. Tehát néha én azt gondolom, hogy én nem tudnám csinálni, tehát mindent tiszteltem a tiétek, de hogy attól függetlenül az, hogy a nem tudom én, akárki, ezek a projektmenedzserek, az építészet feltörik a padlót, azért lássuk be, hogy mi is, nekünk is dolgunk volt ezzel. Valamit nem úgy csinálunk, ahogy kéne. És azt kéne megtudni, hogy mi az, nem? És hogyha tudjuk, hogy mi az, akkor hogyan tudunk ezen változtatni? Tehát, hogy én is azon vagyok, hogy ne így legyen, mert hogy ez senkinek nem érdekel, tehát nem jó senkinek hosszú távon. A társadalomnak sem, az építészeti minőségnek sem, semminek nem jó. Nagyon-nagyon érdekes pszichológia, bocsánat, a szavakba vágok. Mi megkérdeztünk benneteket, hogy mi a véleményetek, mondtok nekünk dolgokat, ráadásul túlnyomó részt olyasmit, amit két hónap alatt átbeszéltünk. Én azért írom a témákat, mert szinte pipálni tudom, és ugyanakkor azt kell mondjam nektek, hogy nem lehet megígérnünk 4 év alatt, viszont meg lehet csinálni. De szerintem van egy fantasztikus lehetőségünk, tehát hogy átmentünk védekezőben, nem tudom, figyelitek-e, hogy mondanak 5 radikális mondatot, és igen, meg az teljesen igazuk van, szerintem akkor, hogyha nem azon védekezünk, hogy velünk is valóság a padlót, nekem van orvos ismerősöm bőven, halál ismerősöm zenész, azokban is felmossák gyerekeket. Tehát szeretnék benneteket megnyugtatni, hogy egy koncertet egy darab főpróbával kell egy zongora művésznek ugye eljátszani, hogy egy évig tanul egy zongora ötöst, és kap egy főpróbát, és hát a Jóisten tartja össze az előadást. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon rossz, de én szerintem ott kutyulódunk össze, és ez talán az egyik legfontosabb kérdés, amit mindent már elmondott a január előttem. Kik az építészek? Mik vagyunk? Te mondod, mi az a minőségünk az építészek, ma képviselnek? Zalavári Lajost emlékszem, mikor a rendőr megállította anno Hannibal, és
és elkérte a forgalmélet, gyors hajtás, izé, hogy nem tudom, bement a behajtani tilosba, és kirakta a munkaigazolványát, hogy ő a közti főépítésze volt. És a rendőr arra, hogy főépítész volt, ettől megemelte a kalapot és elengedte. Tehát volt a szakmában a főmérnök úr, meg az építésznek egy rangja. Jó, sok csomó mindennek nincs rangja, de szerintem az, hogy mit csinál ma egy építész, ezt például el kéne mondani. Volt egy ászvizsgálat a MIPA után, kegyetlen ászvizsgálat, tehát mindenhova benézte, és nem tudták megkérdezni tőlem, hogy tulajdonképpen én mit csináltam a MIPA-n. Megkérdezték, hogy a chilei cseresznye parkétát honnan vettem és honnan hoztam oda. Érted? APEC, Finanz, tehát olyan szinten nem voltak tisztában az építész és az építésnek a fogalmával, hogy nem igaz. Szerintem alapokról kell építkezni, és még van valami, amit nagyon szépen kimondhatok. Szerintem másnak kell csinálni a Mész székházának a föltuningolását, mint aki vidéken csinál egy zseniális kis építményt, amitől világhírű lesz, vagy elmegy a Biennálére, vagy beszél az építészetről. Ugye én ezt tanulom, én ezt mindig elmondom nektek, mert az a mániám, hogy legyen legalább 20-25 olyan ember, mint az öveges professzor annak idején, mindenki tudta, hogy hogy kell összeönteni két valamit, mert megértettük teljesen világosan, hogy miről van szó. Ugyanerről beszéltek, nem kommunikálunk. Ki kell robbantani ezt a kommunikálós görcsöt. Magyarán vissza akarok térni arra a témára, igen, a Mészt és a Minket újra egyesíteni kell. Lehet, hogy ez fura lesz ebbe a központosítós elméletbe, de szerintem azért alakult ki ennyi civil szervezet, mert azok a szervezeteknek dolguk volt, nem képviselték azokat az értékeket, amiket ezek az új civil szervezetek elkezdtek képviselni. Ha már van ennyi civil szervezet, nem tudunk más csinálni, mint egy ernyőt tartó. Én szerintem már az is egy óriási cél, hogy azt mondjuk, ahogy én emlékszem, soha nem felejtem, hogy a belügyminisztériumból ki kellett robbantani az építésügyet, de akkor veszem, volt egy zseniális levelet, a Bálint Imre adott a kezembe, ezzel mentem be, és el tudtam magyarázni, az önkormányzatiság, meg a tűzoltás, meg a nem tudom micsoda, az nem nagyon függ össze az IT-jal. És egy pillanat alatt kiderült, hogy teljesen máshol kell legyen az építésügy, mint hosszú ideig volt. Magyarán egyszerűen jól kell fogalmaznunk a saját problémáinkat, és nyilván a panaszról át kell váltanunk az erőgyenítésre, ami egy nagyon nehéz téma. Nekünk az a dolgunk, gyerekek, hogy alkossunk, már bocsánat, én legalábbis mindig, mikor tőlem ilyen izét kérnek, hogy még ezt csinál, meg azt csinál, megmondom, gyerekek, most még egy kicsit szeretnék rajzolni. De van egy csomó ember, aki építész, aki meg más bajó. Tehát szerintem a szövetségnek, és amikor föltettek ezt a kérdést, kérdett a tagja, igazatok van. Szerintem nem nézhetjük azt, hogy mi mit csinálunk, ez is egy nagyon gyanús banda, hogy mindenki rajzol házat. Hát lehet, hogy kéne egy közénk egy csaj, meg kéne egy olyan, aki nem építészetet kreatívan csinál, és akkor már is máshogy látnánk a világot. Tehát én azt gondolom, hogy egy ernyőt kell tartanunk. Amikor te azt mondod, hogy tartalom, én azt mondom, hogy ha meg tudnánk egymás kezét újra fogni, lehet, hogy lennénk annyira erősen meg tudnánk szorítani az építészkamarát a vállunkon, hogy egyszer csak összeroppanna. Mert nekem az a meggyőződésem, hogy ma, amikor a szakmai gyakorlásnak az alapkérdéseit definiáljuk újra, például, hogy kell-e építési engedély, hát itt teljesen félrement a kormányzat, tehát azt hitték, hogy az építési engedélyt azzal váltják meg, hogy az építészek nem kell rajzolni. Későn döbbentek arra rá, hogy az összes tulajdonképpen szakhatóság az, ami roncsolja az életünket. Tehát, hogy nem vagyunk proaktívak, nem a problémákat nem tudjuk fölvetni, sem a törvénykezésünk, tehát gondoljátok el, miért... Nem, csak elmondom. Nem, én azt mondom, meg kell írni az építési törvényt. Nem bírtuk megírni az építési törvényt, arra várunk, hogy a törvényhozás meghozza. Most nyilvánvalóan a kamara nem fogja ezt megcsinálni, mi se. De hogy lényegében össze kéne fognunk azokat a szálakat, akikben megvan az a képesség, hogy ezt a székházat megcsinálják, hogy beszéljenek Budapestről, hogy megszervezzék a vitafórumot és kiganézzák az Őtpacsirta utca 2-t. Tehát itt én azt gondolom, hogy az, ami nem divatos ma Kárpát-medencében, ez a fajta egymásba kapaszkodás, és ezt megcsináljuk, akkor szerintem évek alatt szépen föl lehet építeni, azt a programot is mondtok. Sok mindent mondok, de tényeket állítok, hogy a Mékkel és a Mész, Mék és a Mész együttműködés az összes egyéb szervezettel csak egységben érdemes. És akkor nem kérdés, hogy most a római parton most akkor kinyilatkozik. Hát
Ez egy szakma valahol. A másik pedig az, hogy valóban a saját értékeinket, a saját arcainkat mutassuk meg. Szerintem ezek a legfontosabb dolgok. És valahol itt kell megfognunk a ti kezeteket, szerintem, mert itt közösen kell, és lehet, hogy nem egy sajtóreggelit kell csinálnom, mert te is fantasztikusan kezdeményezted egyszer, ugyanezt a reggelit, emlékszem, annyira jól sikerült, és ugye, amikor Erika meghívta az összes magyar építészetről író sajtóképviselőjét, igen, és hasonló, teljesen hasonló problémák jöttek ki, mindenki, és ez a külügyi bizottságból, a külügyi ügyekből is kiderült, mindenki kőkeményen, egóból, egyénileg elképesztő eredményeket ér el, de kitérő egyenesek tönkenek. Én ezt látom az egyik legnagyobb problémának, és addig, amíg nem határozzuk meg, hogy mi kik vagyunk, és ez is nagyon jó, ez egy identitás probléma, ki az építész? Egyáltalán az építész szövetség kit képvisel? Én azt gondolom, hogy nem az alkotó építészeket képviseli, hanem azt az ember képviseli, aki az építészetről beszél. Lehet, hogy ti is méztagok vagytok. Szerintem biztos, hogy kellene méztagok. Szóval sok mindent akartam elhagyogni, de valahol azt érzem, hogy minden olyan probléma, amit fölvettek, az teljesen élő, és szerintem ez a kis csapat nem fogja ezt megoldani. Azon kell elindulnunk, hogy melyek azok a csatornák, az az öt max, amivel ezt ebben a négy évben végezni tudunk. És biztos, hogy lesznek eredmények, és biztos, hogy lesznek olyan célok, amiket nem fogunk tudni elérni. De amit kitűztünk magunk elé, az volt, hogy idén év végig legyen nagyjából ez a stratégián végig tudjunk menni, hogy a célokat ki tudjuk tűzni, amit a négy év alatt meg lehet valósítani. Tehát nem rögtön akartuk, hanem ez a beszélgetés is része annak a folyamatnak, hogy aztán év végéig ezt ki tudjon kristályosodni, hogy mit szeretnénk. A díjakkal is, nekem csak a díjakról még egy, meg már sok díját adó lesz. Én azt gondolom, hogy díjat is nem egyedül jó kapni, tehát azzal nehéz mit kezdeni. Az a jó, hogyha egy csoport vagy csapat örül a díjaknak, vagy egy közösség. Tehát, hogy mindent ebben az irányba érdemes vinni szerintem, hogy minden az közösség, tehát mindenki, aki részt vett benne, az mindenki tudjon örülni, és ne pedig egyénekre essen minden szét. Ezért is jobbak szerintem azok a díjak egyébként, amit épületek kapnak, én azt gondolom, mert az épületek mindig csak. Tehát, hogy ülünk és rajzolunk, de igazából irányítunk egy-egy irodát, filozófiákkal minden együtt, és borzasztó fontosnak tartjuk, hogy az irodában részvevő építészek is, akik még nem méztagok, de azok lesznek, előbb-utóbb azok is ugyanúgy örüljenek, vagy az a közösség, aki lehetővé teszi ezeknek a díjaknak az elnyerését, hogy akik ezeket a közösség felé mondják. Tehát szerintem ezt a szemléletet kell a díjakban is minden inkább előtérbe helyezni. Én még két konkrét dolgot hadd említsek meg itt a díjakkal kapcsolatban, meg itt a generációk és a fiatalitással kapcsolatban. Az egyik az, hogy a rengeteg díja van a szakmának, és ezen belül az Építőművész Szövetségnek is. Én magam, mikor elnök lettem, kértem be egy listát, és van vagy 10, nem tudom, egy tucatnyi díj, ami sajnos nagyon speciális, tehát az csak az kapja, aki mérnöki, építészeti munka, vagy itt tudom én, oktató, stb. Ezek nagyon fontos, nagyon jó szegmensei a szakmának, de például van egy olyan díj a szövetségnek, hogy a magyar építőművészetért érem. És ezt a díjat, nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt alapított a szövetség, külföldön élő magyar építészek érdemelhették ki és kaphatták. És egész egyszerűen az elmúlt, én a korábbi elnökség tagja is voltam, években oda jutottunk, hogy már nem találtunk erre a díjra alkalmas külföldön élő, tehát nem az, aki kimegy dolgozni egy fél évre vagy egy évre, hanem ott kint a magyar építő művészetért. Vannak ilyenek, tehát nem véletlen... Hudec legyen minimum. Hát minimum egy hudec, nem? Na most egyébként vannak, meg voltak is díjazottaink, és nem ok nélkül. Tehát tényleg az volt a tapasztalat, hogy azért Magyar Péter, a Pásztor Péter, meg nem tudom ki volt a harmadik Péter, aki díjat kapott. Ez a Péterek díja lett a végére. De... közben meg a magyar építőművészetért meggyőződésünk, hogy nem elsősorban a szakma, vagy nem csak a szakma tud sokszor a legtöbbet tenni. És a elmúlt elnökség ülésünkön arra elhatározásra jutottunk, hogy ezt a díjat, amit a MÉSZ alapított, módosítjuk,
Hát egy nem csak külföldön élő építész kaphatja meg, természetesen az is, tehát nem szűkítettük a kör, viszont nem csak építész. És például az idén most, és ezt szeretném a sajtó nyilvánossága számára most hivatalosan is bejelenteni, ma délután 4 órakor a Magyar Építőművészetért érmet egy fotóművész fogja megkapni, Hajder Andrea, aki a 80-as, 90-es években az összes, hogy mondjam, neves építész házát végig fotózta, és tulajdonképpen a közönség rajta keresztül ismerte meg a példaértékű építészeti alkotásokat. Ma is számtalan ilyen kiváló fotóművész kolléga dolgozik, akik nélkül mi félkarú óriások lennénk, mert egyrészt hihetetlen, mi mindent hozzá tudnak tenni magához, az építészethez és ahhoz az épülethez is, az ő látás mondjuk, és az ő művészi, fotoművészeti tudásuk, de az építészet az egy olyan szakma, hogy sajnos mi nem tudjuk a házainkat magunkkal vinni és elcipelni, bemutatni bárkinek, erre egy közvetítő eszközre van szükség, és hát nyilván a fotóművészet, a fénykép az a legalkalmasabb erre. Hát meg kell becsülnünk ezeket a társakat, akik ebben ennyi mindent segítettek. De az fontos, hogy itt nem a fotóművészek jönnek csak szóba, csak most... Pontos, egy író is, aki esetleg egy ilyen egy média szakember, tehát abszolút itt is a nyitottságot szeretném hangsúlyozni. És akkor, ha még szabad egy konkrét dolgot, mert itt szerintem akkor van értelme a beszélgetésnek, hogyha ezekről a konkrétumokról tudunk minél több információt esetleg átadni. A fiatalítás, a generációváltás. Ahogy János mondja, a mi 40-es, 50-es, 60-as korosztályunk, tehát ez a középgeneráció, ez be van kegyetlenül fogva és rendesen. De nem panaszkodunk, élvezzük, csináljuk, szeretjük, tehát nem ezért mondom, és látom a zongorista lányomon, hogy ő is ugyanezzel küzdik, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy milyen hajtás és teher van sokszor az emberen. De van két olyan generáció, az idősebb korosztály, a bölcsek, akik már, hogy mondjam, kicsit fölülről és bizonyos rálátással tekintenek a szakmára, és a most végzett és még most tanuló fiatalok, akik meg még minden irányba nyüzsögnek, mint a bolhák, hát most nem azt akartam mondani, de valami hangyák, vagy zsák, nem tudom, tehát ezt majd rátok bízom, hogy fogalmazzátok meg. A lényeg, a következő, hogy azt találtuk ki, hogy ezt a két korosztályt hogy lehetne jól és látható módon összekötni, összefűzni. És beadtunk egy pályázatot az NK-hoz, amiben arra pályáztunk, hogy szeretnénk egy portréfilm sorozatot készíteni, ahol ez a két generáció találkozik. A nagy öregek, és ezek a fiatalok, akik teljesen másképp tekintenek az építészetre. Tehát a szakmának az architektúrája változott meg ez alatt a 40-50 év alatt, amíg ez az idős generáció ugye kifutotta magát. A mostaniak már egészen más módon visszatérnek a szakmához. És ha a nagy öregeket ezekkel a fiatalokkal együtt leültetnek, és a fiatalokat hagyjuk, hogy rácsodálkozzanak, kérdezzenek. Tehát, bocsánat, nem az a célunk ezzel az arckétcsarnokkal, hogy én leülök valakivel beszélgetni, Vadász Györgyel, és akkor azt mondom, emlékszel Gyurikám, amikor 86-ban ott nem tudom, mit csináltunk. Nem ez a célunk, hanem az, hogy a fiatalok egyszer csak úgy, hogy mondjam, a maguk látásmódjából rákérdeznek, hogy na és mivel jellemeznéd magadat itt egy szóval, hogy tudnád például az alkotó munkádat például megfogalmazni? Vagy nem tudom, tehát valami üzenetet tudjon ez a két generáció átadni egymásnak, és már is megszületik ez a kapocs, ez a híd, hogy ezek a fiatalok
egyrészt már tudják, hogy ki az alavári, kik ezek a nagy öregek. Hát sajnos el fog menni egy korosztály, és nincs dokumentálva, nincs tulajdonképpen az ő életútjuk, vagy valami fajta összegzésük a pályájuknak. Tehát ilyenekbe gondolkodunk, hogy ezeket a fiatalitásokat, ezeket hogy tudjuk. És ez megint nyilvános, tehát ez a YouTube-on mindenhol láthatóvá válik, tehát hogy ráklikkelni és ezeket látni szeretnénk. Úgyhogy ilyen konkrét, ilyen dolgokat szeretnénk. Sok apró lépést, de jó irányba, ha szabad ezt is. Ezzel kapcsolatban, hogy ez elhangzott a beszélgetés elején, hogy a 60-as évek szintjének az ismertetés, ez mennyire fontos lenne? Két dolog jutott eszembe. Egyrészt, hogyha a fiatalok összetalálkoznak a nagy öregekkel, az nagyon jó lesz, azért nem látom, hogy riporter is lesz. Szóval az, hogyha egy fiatal építész beszélget egy különösítész, az tök jó, de nem tudnak egymásra beszélni, kell, hogy valaki segítsen nekünk, mert nagyon kellemetlen fogják magukat érezni, de majd ez megoldódik, hanem hogy ez egy olyan szituáció, nem lehetne elképzelni, hogy a mész szervezzen ezekhez a 60-as, 70-es évekbeli épületekhez olyan túrákat, amiket a kék szervez, de nem ilyen drágák. Kicsi Budapest, biztos ismeritek. Például a Kicsi Budapest, nem tudom, úgy hívják őket? De ők nem csinálnak ilyen Kicsi Budapest? Abszolút, tehát ők járják a várost, és lehet, hogy nem ez pontos az ő küldetés, én így belekeveredtem egyszer egy ilyen túrába, és érdekes módon soha nem jön el szakember, viszont rendkívül sok civilen jön ezekre az épületlátogatásokra. Ez a Biblia utcai Kicsi Budapest, ugyanarról beszélt. Jó, hát akkor ennek mintájára akár, de hogy szerintem az a résznek nagyot emelne az ismertségét, a fiatalok általi elfogadottságát, hogyha azt lehet csinálni, hogy például a MOMA építészes hallgatók, meg a BME építészes hallgatók, akik szeretnének benne részt venni, jöjjenek ilyen sétára, amin ha még él is járni tud és beszélni szeretne, az építész, aki tervezte az épületet, lenne ott. Nem biztos, hogy neki kell vezetnie a sétát, tehát lehet egy harmadik szereplő is ebben a... És aztán nyilván egy csomó, akik csak úgy eljönünk a érdekről. De hogy egy ilyen háromszöget el tudok képzelni, amitől megindul a kommunikáció, és híre lesz a dolognak. Ugye most a Virágcsaba épületben ma a kék szervez kettő darab bejárást. Én sehol nem láttam a hivatalos reflexiót erre a Virágcsaba épülettel illető deklarációra. Jött erre a hivatalos válasz? Hiszen nem szokás. A kormányzattól nagyjából nem szabad beletörődni, mert bocsánat, én kommunikációs értelem, hogy az van, hogy a ketten, meg nyilván meg akkor van kommunikáció, ez csak egy deklaráció. Igen. Az Ipobosz Magyar Nemzeti Bizottsága csatlakozott hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ahogy a Radeszky palotára azonnal volt kormányzati súlyos válasz, valami oknál fogva, pedig az egy ingatlanfejlesztési kérdés is, ez egy másik ügy, és nincsen kormányzati válasz. Tehát ugye a MÉSZ-nek érdekében állna a mai napon, amikor bejárás van a Virágcsaba épületben, amit a kék szervez, és nem a MÉSZ szervezi, és az építészet világnapja van, tehát hogy valahogy ez finoman szóvá tenni, vagy rákérdezni, vagy a polgarista megírja, hogy itt az építészet világnapja, és nincs válasz a deklarációra. Tehát, hogy következetességet javasolnék, az előbb is azért mondom, hogy megnézett két évvel ezelőtti kormányzati, vagy beruházói, vagy építészet, érdekszférában megígért dolgokból, illetve azok hogy állnak, időnként ránézni, hogy mi az, ami teljesül, és mi az, ami csak szavak szintjén volt, mi az, ami hiteles, és mi az, ami nem hiteles, mert a minőséghez ugye a hitelesség is hozzájárul, attól minőségi valamit, nem hiteles is. Tehát ez van az egyik, amit el tudnám képzelni, hogyha lennének ilyen mész séták, akkor forogna a mész, nem biztos, hogy mésznek kell hinni, mert nehéz kimondani mész séta, de jössz-mész, azt például jössz-mész, azt mondja, jó? De úgy is lehet, hogy jössz, kérdőjel, mész, lehet variálás, van mindegy, nem könnyű kimondani, de látvány is meg lehet csinálni grafikailag. De hogy ez az egyik, hogy
ebben a pillanat, és a mész nyilván nem egy budapesti szervezet, ugye. Tehát azért... A mész? A mész. Nincsenek vidéki szervezetek. Bocsánat, magországos szervezet. Országos szervezet, de nincsenek vidéki. Tagozatait. Ja, úgy értem, mint hogy a kamarának, mert megyei tagozatok vannak. Országos szervezet. Régen volt minden. Kamara van vidék. Igen. Régen mész is volt vidéken, de most nincs. Csak... Hát akkor viszont volna is tud is tenni való talán, mert hát lehetne ilyen sétákat más városokban is, nem csak Budapesten. Nem tudom, hogy kicsit régóta hallgatok itt, és szóval sajnos én magakorban vagyok, hogy nagyon sok mézzelvítőt hallottam elindulni, és nagyjából ugyanazok a történetek jönnek itt elő, és ugyanaz a lelkes lendület, amit később hát megtörni láttam minden egyes alkalommal. Úgyhogy egy picit azért nem szólaltam meg, mert szép az a lelkesedés, de a, szóval az élet azt mondatja, hogy nem biztos, hogy mindenbe bele kell állni, és hogy minden, tehát hogy mondtad, hogy bevonzani meg, hogy behúzni. Tehát, hogy lehet, hogy a mész megy ki, és bizonyos dolgokra rányi. Tehát például, a, én, hogy most csak a legutóbbi példában maradjunk, nem tudom, két ember két nagyon szívesen veszik, meg a, ez a nem tudom milyen utcai, nem tudom, hogy hívják, séta. Kicsi Budapest. Na, igen. Tehát, hogy ezekhez kimenni, fölhívni őket és azt mondani, hogy a mész nagyon szívesen ad egy sétavezető. Tehát, hogy nem mindent behozni, hanem kimenni és jelen lenni. És mondjuk megkérni a Dávidot, hogyha van kormányinfó, akkor itt van egy pár jó kérdés, amit föl lehetne tenni, mert az Index gondolom meg van hívva, vagy már ki vagytok onnan tiltva, nem tudom, honnan megtenni. Tehát mi nem itt volna be, de ott föl lehet tenni kérdéseket. És szóval, hogy használni azokat a kapcsolatokat, amiket vannak, és nem mindent behozni és megcsinálni saját pozíciót. Tehát ilyen picit ettől otthonálok titeket, mert ha sok ilyet láttam már, hogyha eljön ide a Ferenc Marci és tart ugye egy ilyen vitát, vagy egy bemutatóját a tervpályázatnak, utána felhasználni a médiát, hogy erről tudjanak is. Tehát, hogy nem csak megtolni az aranytojást, hanem bukarékolni is, az nem csak most egy mondat. Tehát, hogy meg nyilván mi is partnerek vagyunk, ahol mindenki más is. Tehát, hogy meg kéne próbálni, tehát inkább csak katalizátorként fellépni, és nem annyi feladatunkatokra húzni, tehát hogy ez egy tizet összes faját, hogy csak tudjátok megoldani, de van egy szereplő, aki ezekkel segít a minőség felé elmozdulni, akár egyensúlyos sétáról, akár vitáról, akár konferenciáról, azt is számtalanan szerveznek, ott is oda lehet menni bármilyen szervező, és azt mondani, hogy mi mit kész, még esetleg mondanám is köszöntőt az elején. Én, mint gyakorlott konferencia szervező mondom, hogy bármikor, bárhol átkapunk. Tehát, hogy szóval most egy picit a meglévő dolgokat használni. És még egy nagyon konkrét dolog, amit hát gyakorlatilag én minden mészárnak mindig elmondtam, mert majdnem mindenki leült velem egy-egy kivétellel eltekintve, hogy használni kell a sajtót, MT-t. Most nagyon örömmel látom, hogy egész a legjobban kommunikáló építészek az elnökségben már ott vannak, tehát hogy hallják. Látom, hogy most a titkár is olyan, aki érti ezt a területet. Tehát, hogy igenis gyors reagálású vattestként, akár kiosztani, hogy melyik elnökség jutott fel azért, hogy a napi sajtóban, például most pénteken megjelent, hogy ugye a gazdagéti templomot felszentelték, nagyon szép dolog, meg volt említve a mozaik tervezője, a nem tudom én, az utolsó festőnek is a tervezője, de a épülő tervezője, véletlenül sem volt bent, és viszonylag kevés kattintáson meg lehetett találni, mert én tudtam is, de megnéztem, hogy fönn van a neten máshol, tehát meg lehetett volna találni Koppány Imre. Például a gyors reagálású hadtestének mindenki felhívni az X-et, az MT-t, a nem tudom én hova, eljutatni közleményt, hogy fontosnak tartjuk X-nek és szólnak a munkáját, pontosan ez a minőség szempontjából. Ez egy olyan konkrét feladat, ami igazán is segítené, mert megtudnák, hogy például az építész J azt tervezte a házat, és nem a mozaik művész. Én Gáborhoz csatlakoznék, aki itt sorba pipálja az előtte lévő papíron az
az elmúlt két hónap, három hónap elnökségi ülésein felvetett témákat és javaslatokat, de hogy ne csak ilyen, hogy mondjam, alaptalanul állítsam ezt, amit most itt mondtam. Ebben a borítékban szerepel egy másik füzetecske is, amit pedig kifejezetten azért állítottunk össze most itt a sajtó vendégeink számára, hogy az építészet világnapja előtt utáni napokban hány, de hány építészeti esemény, program, rendezvény, kiállítás, egyéb zajlik. Tehát nem akarunk mi mindent egyedül és magunk, hanem fontosnak tartjuk ezt a katalizátor szerepet, hogy egyrészt ezekre a rendezvényekre, mint MÉSZ, valami módon delegáljuk magunkat, illetve erről tájékoztassuk és felerősítsük ezeket az információkat, hogy mennyi ilyen rendezvény van. Ezt most direkt azért gyűjtöttük össze, hogy ezt a fajta katalizátor szerepet erősítsük. Illetve a másik, hogy például a kékkel. Hát a kékkel napi kapcsolatban vagyunk. Tehát ezeket a bejárásokat, ezeket, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy egyeztettük, mert nyilván ez az ő profiljuk alapvetően, de hogy hirdetjük, és tényleg szó volt arról, hogy a MÉSZ esetleg segít a túravezetésben, vagy egyéb ilyen dolgokban. Tehát nem tőlünk függenek ezek a dolgok, de nem a miénk. Tehát nyilván itt egy egymást erősítő dolgot szeretnénk mi is kialakítani. Úgyhogy ezt csak azért mondtam, mert íme itt van ez a példa, hogy mennyi ilyen. Én egy jó dolgot látok, hogy közben, mikor nem voltam még MÉSZ-be benne, az elnökségbe, csak más oldalról próbáltam közös szervezési dolgokat létrehozni, akkor lehetett látni, hogy fönnálló ellentétek vannak. Most azt lehet mondani, hogy akár a kékkel egyetlen szervezetet sem tudnék mondani, nincs. Ezért jó új szervezetnek, vagy új elnökségnek lenni, mert nyitottak a kapuk. Mindenki hajlandó az együttműködés, ez rajtunk fog múlni, hogy ez fog sikerülni, de korábban nem így volt. Hát ez rengeteg ellentét, és ez most nagyon jó így, hogy nem ráülni, mondanék inkább azt mondom, hogy együttműködve. Együttműködés, ez a legfontosabb. Egyébként nem mondunk semmi más. Minőség, jelenlét, együttműködés.